Nos, srácok, a fifacoin.com olcsóban vehettek zsetont, a képernyőn láthatjátok, hogy nagyjából mit kell csinálni. Ha esetleg nem menne, akkor a How to Buy menüpont alatt pontosan megtaláljátok, ne felejtsétek el használni a Reká kuponkódot 5% kedvezményért. Na, szavaztok, drága recsik, halló, halló! Itt is vagyok a beérkezett pack opening-gel, ami a tervezet egy icipicit rövidebb lesz, ugyanis nem három accountról fogok nyitni, hanem csak kettőről. A sajátomról nyilván, és Mátéról megkért, hogy nyissam ki neki az eheti Weekend League Rewardot, illetve ugye rengeteg SBC jött, úgyhogy az én accountom most egy picit több csomagban, illetve a Division Rivals-t is ki kell nyitnom Máténál, úgyhogy látjátok nagyjából, hogy mizu. Ettől függetlenül nagyon örülünk majd természetesen a 80 pluszosoknak. Azt hiszem ő is Gold 3-ba végzett talán, vagy Gold 2, Gold 3-ba ugyanúgy, mint én. Tehát ugyanúgy az lesz a reward, 30k zseton, 2 megapack, 1 50.000-es pack és a player's pick, amiből, ahogy láttam, Bundesliga csapata van ő Máténak, ami azt jelenti, hogy Bundesligás játékos, egyetlen egy van, aki oda a csatárba beférhet, az nem más, mint a Lewandowski. Hát sok esély nincsen rá, de hát itt amúgy itt a Dóri oldalt, és ő fog nyitogatni főként. Nézzük az első player's picket, Máténak, gyerünk, 3-2, bam, bam, ott a Martial, bam, fotter, hu-hu, azért az nem szar, hogy az Anthony Martial kiesik, hát nagyon sokan vágynak szerintem erre a kártyára, nézzük a másodikat, le vagy erre, bam, 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 nincs Lewandowski, viszont egy Lala van, 84-es, szerintem őt vennéd ki te is, ennyi, fotter, én szerintem ez a Martial a lehető, a Lewandowski után majdnem a második legjobb nyitás, mocskos jó kártya, hogyha esetleg építesz majd egy angol keretet, akkor tökéletesen beleillik. 15k-s packek, 25k-s packből, 3 megapackből, 4, szerintem ezek untradable-ök, szerintem azt vetted ki, illetve egy UCL bánat, a nagy lófaszt, ezek 50.000-esek, tesó. Ez 3 50.000-es csomag, dick. Az komoly. Kezdjünk ez az UCL Players Pick-kel, babó, mondom majd, hogy mit hova, semmit nem quickszerezek, hanem nem tudom, hogy Máté mit szeretne, nézzük, jön-e. A Walkout jön, kék Walkout, gyere fater, mutasd meg a kék Walkoutot a Máténak, spanyol, LV, Isco, uszta kurva, Asensio, Isco, azt com, el is felejtettem, semmi baj, egy kicsit misclick, mert ugye azt hiszem a 18-ban az Iskónak left wing kártyája voltam, és még arra emlékeztem ebbe a, tudjátok, a VB módba. Sima jobb hátsó picim. Nem tudom, hogy az SBC-ből lesz fatal. Na, ezt a kettőt nyitjuk először, a bal kettőt, úgy van. Eddig tökéletes, eddig nagyon jó, nagyon jó. Jön a board, természetesen. Igen, igen. Madrid megint csak, Nacho, nagyon szuper. Nacho, nem is volt untradable, akkor fasz, a következő mehet ez. Nagyon jó. Nézzük, lesz-e még Volkat, abban a 350.000 csomagból legalább egyet várnék, hogy sétál a pali. Nézzük, lesz-e board, megint board, back-to-back board kártya, Belgium, CM viccel, helyett a Dembélé, na ez a kártya. És azt hiszem ér egy 10-20.000 zsetont, ezt meg is nézem, babó, hogy ér-e valamit, ha egyáltalán ezek eladható csomagok? Vagy nem eladható csomagok? Nem eladható csomagok. Ami azt jelenti, hogy eladni nem fogod fater, viszont ezeket a megákat nyitott babóca. Ami azt jelenti, hogy szerintem akkor az 50.000-esek közül is csak az egyik lesz az, ami eladható, ugye? Fater vagy mindegyik? Azt most nem tudom. Nézzük, az első megint back to back és az inform. Cseh, az már jó, nem lehet, ez a 82-es valami, amit az előbb nyitottunk pirosba. Ez a Kaderabek, vagy mi a bánat, srácunk. Inform, nézzük meg, hogy nagyon sok minden van. Jó, nyomja a jobb hátsót, babó, és megnézzük, hogy van. De nincs duplicate, úgyhogy faszal, jobbra elmegyünk szépen. Nem nyitunk 50.000 csomagot! Nem 50.000 csomagot nyitunk még! Babó! Normálisan játszom, mert nem kapod meg a kontrollert a kezedbe. Na, megint back to back. Nyilván Juan Mata, ez egy haki kártya. 10 perc úgyis meg lesz, hirdetést tudunk eltenni, lesz pénz. Na, ott egy Bayi, nem tudom, hogy eladható volt, de volt benne egy Bayi, volt benne egy Kaihon, ami sokat nem ér. Életlen nem tudjuk, hogy eladhatóak voltak, de ezek jó csomagok. Nézzük, megjön a Walkout! Walkout jön apának, nézzük, Máté, gyere, mutatom az inform, akkor már lehet, hogy nem lesz jó. Right winger, hát azt hittem, hogy kisétál, és hát kisétál, Ilicic.
Yeah. Úgyhogy megérkezett a zombi ilicsicsünk, kérem szépen. Hadd nézzem meg, hogy ezek eladhatók-e. Ezek se eladhatók, viszont mellette van egy Ederson, meg egy Zsorzsinyó. Azt a kurva, másoknak az a kontján mennyire durván esik a cucc, gyerekek, elképesztő. Brutális amúgy, hogy milyen itemek esnek. Na, Máté, hát egyelőre úgy érzem, hogy ez egy nagyon frankó kis nyitás, még ha nem is tud őket eladni SBC-be, ezek a kártyák nagyon jók. Na, végre egyszer nem bort, most már annak örülök, hogy nem bort. Oké, Campbell, tök jó. Jobb hátsó mehet is, babucsek. Mi föltesszük a transferre, fataraztam, hogy eldöntöd, mi lesz vele. Még egy megapack van, picim, azt kipörgetett szépen. Aztán nem tudom, hogy a többi 50 000-es, a két 50 000-es közül melyik az, ami eladható, de mindjárt megnézzük. Ha kinyitjuk, nézzük, nem lesz walkout, viszont board az jöhet. Jön is a board bizonyám. Igen, igen, Tolisso, nem, Rabi jó. Hát, a rossz se tudja ére valamit. És akkor a két 50 000-es csomag, nézzük, hogy mi lesz belőle. Nyomjad babóca, nyomjad babóca. Jön a walkout, nem jön a walkout, nem jön a walkout sajnos, viszont jöhet a board, az se jön, azt a mindenit neki. Hát sorry, Máté. Hát de nem örülök, nézzük az utcsó 50 000-es csomagot Máténál. Ott viszont jön a walkout, gyere! Gyere, gyere, gyere! És jön a halloweeni geci föld! Jön a halloweeni lófasz Józsi, Uruguay, Godin! Nem Godin, nem is Godin, Cáceres. 90-es shootinggal meg 90-es dribblinggel annyira nem hiszem, hogy sokat fog érni. Ez nem a legjobb Halloween-os. Nem a legjobb Halloween-os lófasz. Hát izolak, hát sosem jutott amiatt ilyet. Mögötte van egy izé. Mögötte van egy Szokratisz. És eladható, fater! Eladható ez a csomag. Baszom a nyúlfüledet. 20 000 zseton. Én azt mondom, hogy ne add még el. Hát ha majd azt mondják, hogy ilyen dinamikus a kártyát, hogy változni fognak a statjai, akkor add, de hogyha izé lesz a speedje, meg ezek lesznek fölboostolva. Na, hát ez fasza. Hát ez kúra jó sikerült szerintem. Na itt vagyunk srácok az én accountommal. Máténál nagyon sok sikerünk volt, ugye rengeteg SBC jött. Jött egy futszwepes is, ezt én már be is váltottam, meg is csináltam. Illetve ugye kint a marquee matchups és rengeteg más minden. Gyorsan beváltam én is a Food Champions-ös dolgot, és itt majd ugye a players pick-ek jönnek, hát ha nem is egy Marciniát, legalább egy Mares szeretnék. Ugye nálam minden eladható lesz, azt hiszem, na nézzük az első players pick kártyát. Gyere apához, létszi valami nagyot, létszi valami nagyot! Nagyon. Egy Mares, kérlek szépen, ezen a héten is dobjál valami nagyot, vagy egy Pickford is elég. Hát, ez melyik szomorú. Legyen? Túl de nehéz választani. Legyen ez. Legyen az a sala. Bazzek! Fuck! Nem, ez csúnya. Jól van. Ez a legrosszabb csomag. Ezzel kezdünk egy kis finom small lófaszkával. Így van, semmi board. Right back, Mariano. Oké, okay, köszönjük szépen. Nézzük a következőt, ezek, igen, ezek is SBC-s csomagok. Nézzük, jön a board, nem jön még board se. Az a Brooks lesz, így van. Oké, nézzük a megapacket, 35 000-s, gyere fater, nincs alul a lófasz Józsi. És még csak board se, megint? Egészen elképesztő. Folland, oké. Elsőt nyisd el, a legelsőt, úgy van. Az én accountom, az full rigged, csak rossz irányba. Léci apának, dobjál valami walkoutot! Nem jön. Legalább bort. Portugál, az már jó, nem lehet. Rui Patricio, remek. 45 000-s csomag. Semmi. Nulla walkout. Nem fog nyitni semmit ebbe a videóban, csak geci nagy. 45 000-es csomagban a legjobb játékos, egy Pedro Leon, 81-es Pedro Leon. Hm? Értem, EA Sports. Nem is, meg se lepődök, semmi nem lesz benne. Egy kapus lesz benne, aki ezret ér. Kejta. Hát ez talán ér egy 10-est, se.
Dehogy érek tízest? Dehogy, hova gondolsz? Hova gondolsz, Rekcsi? Mi? Dehogy is? Hát a hulladék. Gyere, 5 forintot nem érsz a pack opening. Legalábbis az én akkuntomon. Tehát, hogy ennyire hulladék céget komolyan az én... Ezt is nyissam. Coinbo, persze. Pörgesd az egészet. Fossom le. Az én akkuntom, geci, az konkrétan 500 profitot nem hozott. Nemhogy izét ilyen 50 ezres. Nem. Nincs benne értelmes kártya, amit 2000-nél drágább ajánlatok adni. Nincs benne 2000-nél drágább játékos. Egy darab sincs. Egy se. Úcsó csomag. Nézzük alul, történik-e valami. Semmi nem történik. Nézzük, hogy lesz a board. Természetesen jön. Inform, hogy ne. Cam. Jól van, EA Sports. 81-es alemán. Aha. Az jó? Tényleg? Nem. Hát srácok, álljunk hozzá pozitívan, Máténak az akkuntját eléggé megboostoltuk, ezzel a Marciállal, azzal a Cáceresszel, ami majd később talán többet is fog érni, mint most. Illetve ugye ott az Ascensio például, ami nem eladható bár, de... Úgyhogy srácok, köszi szépen a figyelmet, Máténak köszi szépen az akkot. Nem tudom, ugye most hétvégén én biztos, hogy nem fogok nyitni, mert nem leszek itthon, és nem fogom tudni lejátszani a weekendiget. De lehet, hogy nem is baj, tehát lehet, hogy ezek után egy szünet az nem árt. Szenvezd be az a 30 meccselés, és semmi fix. 30 000 coint kaptam fixen, de amúgy fixen semmi nem es. Na milyen srácok, köszi szépen a figyelmet, lehetek jók, és találkozunk, attól függetlenül jövő héten pénteken, mert szerintem, hogyha Máté úgy szeretné, akkor jövő héten is megpörgetjük az akkuntját, és megpróbálom neki még egy kicsi profitot hozni. Köszi figyelmet, srácok, puszi nektek, és sziasztok!